Köszöntöm Önöket, ez már a Weekend második része. Ifjú fotósok ülnek itt velem szemben a stúdióba. Sziasztok! Hello. Hello. Hogyha jól tudom, akkor kitűnő eredményeket értetek el a közelmúltban. Volt egy országos középiskolai fotópályázat, és hát a Művészeti Iskola nevét tovább öregbítettétek. Gratulálok nektek. És ha jól tudom, akkor Peti, te dobogós helyezett lettél. Hát igen, köszönöm szépen egyébként. Második helyezett lettem a Gang című képemmel, amit családommal voltam Budapesten, és bátyámmal egy ismerősünkön előttem, én kimentem korán reggel, hogy én nagyon szeretnék ilyen gangot fotózni, és lementem, mert második emeleten voltunk, lementem gépemmel, először letettem a földre, hát nem igazán sikerültek jó képek időzítése, mert utána szaladtam valamilyen fedezékbe, hogy egyáltalán ne legyek benne a képbe. Az a lényeg, hogy lentről felfelé fotóztam, uh-huh. és fekete korlát volt rajta zöld növényzettel, és ez nekem nagyon megtetszett. És hát ez úgy nem volt teljesen jó, szóval levettem a pulóveremet, ami új volt, hullandberes, és mondjuk úgy félmeztelenül feküdtem a hideg padló, a hideg azon a kövön, igazából, mert előtte esett az eső, és úgy fotóztam felfelé, és ez az egy díjnyertes kép. Igazából nem is tetszett nekem ez a kép az elején, de tanár úr is, meg mindenki mondta, hogy jaj, de jó, amikor én beküldtem, utána nekem ez egyre jobban eltetszett, vagy tetszett kezdeni, és végül csak beküldtem. Hát ezek után én biztos, hogy azt a címet adtam volna neki félmeztelenül vagy valami, és akkor a zsűri a meg gondolkodott volna, hogy de miért. Ha jól tudom, akkor Dorina, neked is köszönhető azért bőségesen ennek az örömhírnek az egésze, hiszen te is benne voltál a csapatban, és az iskola a legeredményesebb lett ennél a versenynél. Két évvel ezelőtt pedig te is ott voltál a dobogón, akkor milyen eredményekkel térhettél haza? Akkor a Magyar Fotóművészek Szövetkezete külön díjat kaptam meg, az Arcmás című képemmel, az egy ilyen arc sziluett, amit összeraktam kétszer, de így teljesen véletlenül sikerült. Most pedig a kamera obszkúrás, digitális kamera obszkúrás képeimmel sikerült bejutnom, és Marcel Duchampnak a Lépcső lemenő aktját így most így modernebb verziójában került be, meg hát így a régi művészekre tekintettel készültek ilyen képek, például Menré vagy Nipce képeire, azok inspiráltak igazából. Itt van a múlt, kötőjel jelen, és a jelen kötőjel jövő. Mi az, amit hoztatok és leraktatok ide a Weekend asztalára? Mivel dolgoztok akár az órákon, tanórákon vagy otthon? Hát ez a hagyományos kamera obszkúra, ez pedig a digitális, amivel Dorina dolgozott, ha jól tudom. Igen. És ezzel csinálta a képeit, ami be is jutott a fotópályázatra. Igen. Hát ez igazából egy ilyen kis védősapka, amit át lett lyukasztva, ha sikerül kinyitnom. Tehát így ennyi az egész. És akkor ezt raktam rá objektív helyett, és ezzel fotóztam. A másik pedig egy egyszerűbb, hát szerintem saját kezetek által készített lyukkamera. Mesélj erről, Peti, te már ennek tudora vagy. Hát igen, a múltkor már beszéltem róla. Ugyanaz nagyjából, mint a digitális, csak nem az érzékelőre megy a fény, hanem bele teszünk igazából egy lapot, egy, nem jut eszembe milyen lapot. Fényérzékeny lapot, igen, elnézést. És arra megy rá a fény, ezen a kicsi lyukon keresztül, és azzal nem tudom, hogy hány másodpercet exponáltál. Hát a fény viszonyoktól függ, de ilyen 3-4 másodperccel igazából. Én erre egy kicsit többet kellett, amikor én fotótáborban voltam tanár úr, akkor ott többet exponáltam, körülbelül egy percet kellett, vagy két percet exponálni, és akkor lett igazából kép, de nem mindegyik sikerült. Szerintem most nagyszülők ezrei sikítottak fel, hogy jesszusom, mi az az exponálás, és miről beszélget ez a két fiatal. Pláne úgy, hogy ugye Dorina a gyengébbik nem képviselőjeként, szerintem még mindig ritka az, hogy lányok választják ezt a szakmát, de lehet, hogy csak én vagyok lemaradva. Hányan vagytok lányok a csapatban? Csak lányok vagyunk a mi csapatunkban, a végzősök között csak lányok vannak, hát öten vagyunk lányok. Aha. És neked ez mikor volt az első percben esetleg célod, hogy igen, én fotós szeretnék lenni?
Hát ilyen 11-12 évesen döntöttem el, hogy én fotó szeretnék lenni, és akkor így elkezdtem fotózni, és azóta is fotózok. Hát neked? Nekem viszont igazából ez a 6., 7., 8. általános iskolában, mondjuk, hogy telefonnal jó képeket csináltam, anya meglátta benne a tehetséget, és azt mondta, hogy neki van egy jó fotós ismerőse a művészeti szakközépiskolában, és akkor, hogyha gondolod, akkor jelentkezz oda. Jelentkeztem, szerencsére felvettek, és ezt a fotós szakmát választottam el az utolsó helyet. És nekem az elején még azt mondtam, hogy ezt a szakmát választottam, mert nekem ez tetszik, de utána egyre jobban ez a beleszerettem az érzésbe, hogy magába a fotózásba. Egyrészt, hogy az elején az analóg fotózással kezdtük, és utána tértünk át a digitális fotózásra, utána megkaptam a gépemet, mint egy amatőr gépet igazából, de mindegy, hogy amatőr vagy profi gép, akkor is lehet nyerni vele például egy második fotópályázatos helyezést. Ez az országos verseny amúgy biztos nagyon sok impulzust adott nektek. Mit láttatok a többieken, milyen információkat, ötleteket, tanácsokat kaptatok így a versennyel kapcsolatosan, vagy akár mondjuk a versenyen? Visszajelzések, tanárok, bármi. Hát így ottani diákokkal is én beszélgettem, nekik ugye egy más, hogyan működött az iskola, amikor én ott voltam legelőször, mert ők kijártak így, hát így műtermekbe, meg így ilyen fotót előhívni, ilyen üzletekbe úgymond, meg ugye csak az iskolában voltunk, és azért erről így többet beszélgettünk, és erről is többet hallottam, hogy így Pécsen hogyan is mennek a dolgok. Nekem viszont a tavalyi pécsi pályázatra nem jutott be a képem, mivel a tanár ezt még nem tudja, nem fizettem be a pénzt. Milyen pici apró dolgok, a múlhat egy siker, kicsit, Peti, hát egy kicsit elfelejtettem, volt más dolgom is véletlenül elfelejtettem, de most befizettem a pénzt sikeresen, és így lettem második. Hát amikor elmentünk Pécsre, mondjuk, hogy korán keltünk, reggel lehetett valaki aludt az autóban, mondjuk nekem pont nem fért el a lábam, szóval nem nagyon tudtam. Fél ilyen magzat pózba aludtam, mondjuk úgy az ülésem. Azt, amikor megérkeztünk, mondták, hogy a harmadik helyezett amatőr kategória, profi kategória, jött a második helyezett, nem mondom, én ebben benne leszek, majd készülök, hogy felállok, és akkor megyek. Mondták, hogy amatőr kategóriában ez meg ez nyert, nem tudom pontosan ki volt az. Második helyezett profi kategóriában Szűcs Péter második helyzetet ért el, hát momentán mindenki tapsol, én már benne voltam, hogy tapsolok folyamatosan, ültem a lépcsőn és elkezdtem tapsolni, aztán megböktek, mondom, mi van? Aha. Azt mondták, hogy te jössz, ja, elnézést találtam, ott mindenki röhögött rajtam, nem baj, átvettem a díjamat, mindenki megtapsolt és ismét leültem. Hány pályamunkával jelentkeztetek egyáltalán erre a versenyre? Tehát mindenki egyet-egyet, vagy azért itt mindenki ilyen csapatmunkaként bedob a közösbe 10-20 képet? 7 vagy 8 képpel lehetett? Fejenként 7 vagy 8 kép, igen. És akkor mindenki küldött be. Hányan voltatok? Még arról nem szóltunk, hiszen most ketten vagytok itt, és beszélgettünk erről az országos fotózási versenyről, de azért így a Nyíregyházi Művészeti Iskolából hányan voltatok, akik tényleg ott voltak ennél a pályázaton? Heten nyolcan, mert csak egy művészeti iskola van Nyíregyházan, azért heten nyolcan az összes fotós, aki mindenki küldött be képet, de egyébként összesen az egész országoson 601 ember nevezett be. Jaj, de jó, hogy a végére ezt az információt elmondtad, Peti, mert itt tényleg még nagyobb a büszkeség a lelkünkbe, szívünkbe. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, meg hogy behoztátok ezeket a dolgokat. Önöknek pedig készültünk egy összefoglalóval, hiszen ha jól tudom, akkor április 18-án van a Műemléki Világnap, ezzel kapcsolatosan érdekes információkat tudhatnak meg, és még programajánlót is kapnak a következő percekben, köszönhetően Dankó Mártonnak és Nagy Boglárkának. A mögöttem látható Nyíregyházi Evangélikus templom hazánk második legnagyobb evangélikus temploma. Története egészen a 18. századba nyúlik vissza. A több száz éves épületet, illetve a hozzátartozó óraszerkezetet a Nyíregyházi Városvédő Egyesület két tagja mutatja be nekünk, de több más, a megyeszékhelyen lévő műemléket is meglátogatunk. A
A templom, amikor megépült 1784-ben, akkor már ekkora volt, de természetesen bizonyos kisebb részek, például a sekrestje, az később lett hozzátoldva, meg a templom torony magassága se volt ekkora. Vitatkozás van a tárgyban, hogy egyáltalán volt-e torony. Mert a tirpák őseink, azok mindjárt egy hatalmas templomot akartak építeni, toronnyal, főbejárattal, de akkoriban a luteránusoknak nem lehetett. Egyszerűen tilos volt. Nagyon sok bajuk volt szegény őseinknek azzal, hogyha ők a luteránus hitüket akarták gyakorolni, mert én nem akarom a jelenlegi katolikus testvéreket megbántani, de akkor igen, szigorúan bántak velünk, és nem engedték a vallásnak a gyakorlását. Mindenféle módon gáncsoskodtak, nem engedtek lelkészt tartani. De a tirpák őseink nagyon kitartóak voltak. Lehet, hogy egy kicsit szentelenek is, de ezt legfeljebb a császár mondhatta, mert őt is, a császárt is, egész pontosan először a császárnőt, Mária Teréziát, majd második Józsefet bombázták kérelmeikkel, hogy aztán 1784-ben megtörténhessen az alapkőletétel március valahanyadikán, és két év és egy fél év elteltével pedig a szentelés is megtörténhessen, tehát 1786. október 20, nem tudom pontosan hanyadikán megtörtént a templom szentelése is. A templom így már 230 éve folyamatosan működik, de az utca sok minden megváltozott az épület belsejében. Tégla volt a burkolat, nem pedig ez a díszes kétszínű vagy háromszínű padlóburkolat, hanem egyszerű tégla, és meszelve volt. Egyébként a református templomok falai belül meszeltek, és abszolút nem dekoráltak. Az evangélikus templomok egy kicsit díszesebbek, de ez az evangélikus templomok között sokkal inkább díszes, mint akármelyik. Itt áll mellettem Levízki Zoltán, a Nyíregyházi Városvédő Egyesület elnökségi tagja, vele beszélgetünk a Műemléki Világnapról. Először is kezdjük ott, hogy honnan is indult ez a világnap. A Műemléki Világnap 1984. április 18-án volt először az ICOMOS, ez egy világszervezet, ami az UNESCO-nak egy ága, ez a műemlékvédelemmel foglalkozik. És ők döntötték el, hogy minden év április 18-án ezt a világnapot megrendezik. Természetesen nem az az óra van most itt, amit akkor készítettek, ez már a negyedik óra. Margócsi József szerint 1808-ban már volt ebben a templomban toronyóra, hiszen nem volt mindenkinek saját órája, jelezni kellett a lakosság részére az idő múlását, a munkák menetét. Többször elromlott, mindig újat készítettek, és érdekességként mondom, hogy a város kezelésében volt mindig, tehát az óra szerkezet megépítését, megrendelését mindig a város finanszírozta. Amikor tönkrement egy óra, akkor úgy rendelték a következőt, hogy például egyik alkalommal a katolikus templomban volt köteles felszerelni az, aki készítette az újat, más alkalommal pedig a református templomba tették fel az órát. Amikor megrendelték ezt az órát, akkor utána eszükbe jutott, hogy jó lenne egy harangjátékot is készíteni. Meg is oldották ezt a kérdést, látszik a szerkezeten az a nagy dob, az a harangjáték vezérlője, az a rész, az Irzai és társa gépgyárban készült itt Nyíregyházán, tehát helyi munka és munkaerő igénybevételével. Azóta ez a szerkezet nagyon szépen működik. Az első nagy felújítása 1968-ban történt, amikor Levicki László, mellesleg édesapám, nyíregyházi órásmester, meghallotta, hogy Veszprémben a városházán van egy harangjáték, és az milyen szépen szól. És eszébe jutott, hogy itt is van ebben a templomban egy harangjáték, de nem működik. Eldöntötte,
hogy ezt életre fogja kelteni, meg fogja javítani, felkereste a város vezetését, és megengedték neki, természetesen előbb megrendelték a munkát, hogy elkészítse. El is készült, gyönyörű szépen dolgozott egészen 1982-ig, amikor is főleg a harangjáték része, ami kint helyezkedik el a templom tornyon kívül, szabad levegőn, 12 darab harang van, ezt Molnár Csaba helyi lakatosmester segítségével felújították, egy hatalmas darúval leemelték, restaurálták a harangokat, új tartó szerkezetet alakítottak ki. A harangjáték minden órában megszólal. Itt a templomtoronyban mindössze 55 lépcsőfokat kell megtenni, hogy az óra szerkezetig feljussunk, még 50 lépcsőfokkal fenten pedig már a harangokhoz is eljuthatunk. A harangok története is sok érdekességet rejt, többször meglepett az elmúlt évtizedekben, ezért háromszor újraöntötték, de mindig felhasználták a régit, ezért a jelenlegit is eredetiként tartják számon. Ezt legutóbb 1903-ban készítették, 1933-ig pedig ezt használták tűzjelzésre is. Levicki Zoltán azt is elmesélte, régen az egyházi hagyomány miatt nem mondták azt, hogy harangok vannak a toronyban, helyette a harangok a toronyban laknak kifejezést használták. A megyeszékhely központján több műemléki épület is található, az egyik ilyen a takarékpalota. 1912-ben Hubert József tervei szerint készítették, jelenleg irodáknak, lakásoknak és üzleteknek ad otthont. A kétszintes építmény Nyíregyháza egyik legjelentősebb építészeti remeke, gazdagon tagolt homlokzatával és tornyocskákkal a tetején. A pénzintézetek építése népszerűvé vált a 19. század elején, ezt a célt szolgálta a takarékpalota is. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Nyíregyháza két legfontosabb közigazgatási épülete, a megyeháza és a városháza is a műemlékek sorába tartozik. Előbbi Alpár Ignác terve alapján épült 1891-ben, utóbbit 1872-ben Benkő Károly tervezte. Még mindig a város központi terén maradva találjuk a római katolikus társszékes egyház templomát. Gyakran hasonlítják a szegedi dúmhoz, pedig attól korábban még 1902 és 1904 között épült Nagy Virgil tervei alapján. A monumentális emléktemplomot román stílusban építették. A városközponttól pár kilométerre Sóstó gyógyfürdő területén, a Sóstói tópartján áll az 1911-ben épült Krúdi szálló. Az impozáns épület eklektikus stílusban épült, terveit Pollak Mihály készítette, a társasági élet központi helyévé vált az 1920-as években. Megválasztották a megye legkreatívabb ipari gépészét, a részletekért maradjanak velünk. Magyarországon az egyik kiemelkedő hiányszakma a géplakatos. A hivatás népszerűsítésére versenyt hirdetett egy nyíregyházi cég, így megválasztották a megye legkreatívabb ipari gépészét. A diákok a cég műhelyében készíthették el saját ötleteik alapján a munkadarabjaikat. Összesen 8 diák vett részt a versenyen. A családi vállalkozásnál 35 főt alkalmaznak, a legfiatalabb dolgozó 40 éves. Ez is azt mutatja, hogy az utánpótlás szinte lehetetlen. Jelenleg 1300 négyzetméteres a műhelyünk, 35 fővel dolgozunk. Ha a munka úgy igényli, akkor a vállalkozókat tudunk bevonni a tevékenységünkbe. Tervben van a bővítés, tehát nem zárkózunk el a területünk bővítésétől sem. Kell, hogy kicsit jobban lássunk a jövőbe, hogy merjünk ebbe belevágni. A cég tanulószerződéses diákokat is alkalmaz, akik képzésük gyakorlati részét töltik a telephelyen. A gépész szakma népszerűsítésére egy nyílt napot, valamint egy versenyt is szerveztek. Ipari tanulókkal kezdtünk foglalkozni másfél-két évvel ezelőtt, aztán nagyon megörültünk ennek, mert hisz a mi szakembereink is főként ipari gépész, géplakatos szakmájúak, és kellene bővítenünk a létszámot, és éppen ezért örültünk neki, hogy sikerült a tanulókkal együtt dolgoznunk, hiszen belőlük van rá lehetőségünk, illetve látunk is benne fantáziát, hogy a létszámuk közül kiválasztani egy-két-három tanulót, akivel későbbiek folyamán tudnánk együtt dolgozni, és így a létszámunkat is tudnánk bővíteni. Picit próbáljuk bebiztosítani magunkat
a létszámbővítés miatt, másrészt meg, hogy itt vannak a nálunk a tanulók, ugye próbáljuk megszűrni őket, hogy illetve nekik is egy megmérettetés, hogy mennyire tudják elsajátítani azt a ismerett anyagot, amit az iskolában megtanulnak, itt a gyakorlatban hogyan tudják átültetni. Mivel ők maguk találták ki a pályamunkákat, volt idejük átgondolni, hogy hogyan kell azt megvalósítani, milyen folyamatokat kell ahhoz alkalmazni, hogy a végeredmény az megszülessen. Itt talán egy picit magabiztosabban állhattak a verseny előtt. Meglátjuk a verseny lezártakor, hogy hogyan sikerült ezt nekik megvalósítani. A KFT így az egyik cég abból a közel 450-ből Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ahol szakiskolás diákok dolgozhatnak tanulószerződéssel. A kamarának az az egyik fő célja, hogy ezeket a képzőhelyeket a tanulók számára felkeresse, és mindenféleképpen egy közvetítést biztosítunk, hogy a tanulók megtalálják a lehető legközelebb a lakóhelyükhöz, valamint a legkreatívabb gyakorlati képzőhelyeknek a listáját. Reméljük, hogy ennek folytatása lesz. Ez nagyban hasonlít a kamara által szervezett szintvizsgára, hiszen ott is a gyakorlati oldalát nézzük meg a tanulóknak, hogy hova is tudnak fejlődni az évek alatt. Ez nagyon jó kezdeményezés, és próbáljuk mi is magunkat oda tenni, reméljük, hogy nagy sikere lesz, és ezért is vagyunk itt, hogy támogassuk a céget ebben. A versenyre összesen 8 diák jelentkezett, 2 nyíregyházi és 1 kisvárdai intézményből. Nekünk is vannak finom mechanikai műszerész tanulóink, akiknek a képzése az úgy gondolom, hogy a cég profiljához hozzáigazítható. Jelenleg egy tanulónk vesz részt a versenyen, 2 indultak, egyikőjük lebetegedett, viszont úgy gondolom, hogy a kísérő rendezvény a verseny mellett ugye bemutatót is tartottak, ez nagyon vonzó volt a többi diák, illetve kollégáim számára is, valós vállalati körülmények között ismerhették meg a szakmát a diákok. Így nem csak a versenyző diákokat várták, hanem azokat a diákokat is, akik a szakma munkahelyi körülményei iránt érdeklődtek. Mi most csak látogatónknak érkeztünk a Bánkiból, és nem hoztunk pályamunkát, de gépgyártás technológiai technikus szakos tanulókkal jöttünk, 25-en, aztán minden jó, mert jövőre még szeretnénk pályázni valamilyen versenyfeladattal. A versenyzők készítettek gyertyatartót, dobókockát és használati tárgyakat is. A győztes diák egy mészpergető eszközt készített. Onnan jött az ötlet, hogy otthon mélyekkel foglalkozunk és szoktunk pergetni, és így ezért csináltam egy mészpergetőt, makettet. A verseny egyik zsűri tagja, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés alelnöke Baracsi Endre beszédében kiemelte, fontos, hogy a szakiskolákban tanuló diákok teljesítményét is elismerjék. A hiányszakmák népszerűsítése mellett pedig a fiatalok itthontartása is elsődleges. Ezért is csatlakozott a megyei önkormányzat ahhoz, hogy ez a verseny ez meg tudja magát mutatni, mert valóban nagyon fontos az, hogy a diákok számára legyenek olyan lehetőségek, ahol úgymond visszajelzéseket kapnak afelől, hogy az ő szakmaiságuk, az ő szakmai munkájuk az megfelelő, vagy esetleg egy magas szintet képvisel. És mert ugye önkormányzatnak alapvető célja az, hogy azokat a kiművelt emberfőket, akik itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tanulnak, mindenképpen tartsuk is itt. Az alelnök hozzátette, az önkormányzat a jövőben is támogat majd minden hasonló kezdeményezést. Kedden volt 55 éve, hogy Jurij Gagarin a Vosztok 1 fedélzetén megkerülte a Földet. Ez az űrhajózás világnapja. Farkas Bertalan az első magyar űrhajós Gyulaházán született, munkásságának emlékét kiállítás őrzi a településen. Gyulaházára érkezve azonnal szembetűnik a látogatónak, hogy az általános iskola udvarán egy óriási MiG-21-es vadászgép áll. Ilyennel repült Farkas Bertalan is, amikor még a Honvédség vadászpilótájaként dolgozott. 1980. májusában űrmisszióra indult a pilóta a Soyuz 36 fedélzetén. A monumentális rakétát Bajkonurból lőtték ki.
A magyar űrhajós magyar műszereket is vitt magával, amelyekkel kísérleteket végeztek a Szoljut 6 űrállomás fedélzetén. Tevékenységével nemzetközi elismerést vívott ki Magyarországnak, és mind a mai napig részt vesz az űrkutatás népszerűsítésében. Farkas Bertalan ebben a házban született, jelenleg könyvtár működik az épületben, mellette kiállító termet alakítottak ki 2005-ben Farkas Bertalan űrrepülésének 25. évfordulóján. Most ahol vagyunk, az tulajdonképpen éppen azt jelzi, hogy elég tisztességesen sikerül őrizni még ebben az időszakban is, azért egy élő emberről van szó, ne felejtjük. De ez a kiállítás, ez a kiállítóterem azért éppen tartalmazza azokat az erekéket is, ami az ő repülésért mutatja be itt a nagy közönségnek. A gyulaházi tárlat a tervek szerint hamarosan többszörösére bővül. A közlekedési múzeumban volt eddig elhelyezés, vagy került elhelyezésre egy repülés-űrrepülés történeti hatalmas kiállítási anyag, ami reményeink szerint döntően Gyulaházára fog kerülni. Tehát ez a kis kiállítóterem, ez a százszorosára vagy az 50-szeresére fog bővülni. Tehát egy nagyon komoly anyag, és az a Petőfi csarnoki anyag, ez mostantól, vagy amikor elkészül majd a kiállítóterem, csak Gyulaházán lesz látható. Egyébként milyen a kapcsolatuk Farkas Bertalannal? Milyen időközönként szokott ide látogatni? Hát én úgy gondolom, amikor a megyébe jár, azért általában haza is jön. Normális, jó kapcsolatban vagyunk, ő sokat van külföldön, de azért mindig, én úgy gondolom, hogy jó szívvel jön haza, és mi is szeretettel várjuk mindig. Ne feledjék, a mostani műsorban volt, van nyereményjátékunk is. Két darab éjjeli szekrényt sorsolunk ki a Favorit Bútor webáruház jóvoltából. Egyszerű a kérdésünk, mennyibe került a régi Gazdálkodj okosan társas játékban a szobabútor? A lehetőség 25 ezer forintba, B 5 ezer forintba. A tippeket várjuk az alábbi elérhetőségeken. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk a viszontlátásra.